A Vaskakas Bábszínház megnyitotta évadját, ráadásul nem is akármilyen előadással indított. A Frakka macskák réme örök klasszikus darab elevenedett meg újra a színpadon, amire azonnal elfogytak a jegyek, mi több a következő előadásokra is tolonganak kicsik és nagyok egyaránt. Hiszen ez az a bábszínház, ami nem csak bábszínház. A szeptemberi hónap az mindig azzal telik, hogy megújítsunk mindent a gyerekeknek, akár az, hogy új világító bútorok legyenek, vagy új ötletek. Most például egy mesepiaccal nyitunk, és hogy jegyeket kell gyűjteni a gyerekeknek az év során. Tehát minél többet jönnek bábszínházba, annál több dologra lehet beváltani itt a mesepiacon, mert a vaskakas jegy az itt egy vaskakas tallérként működik, és hogyha kinézik maguknak, hogy egy nagy frakpárnát, vagy egy nagy szerénke párnát, esetleg frakhátizsákot, vagy kutyakirakost, vagy kutyás karkötőt, vagy szerénykés és lukréciás fülbevalót szeretnének, akkor gyűjteniük kell a jegyet, és itt a hétvégeken működő mesepiacon megvásárolhatják ezeket, akár anyának, akár maguknak. Már látom, nagy az érdeklődés. A másik, hogy a Vaskakas Titkos Társaság folytatódik, mert aki premiereket néz a Vaskakasban, tehát olyan előadásokat, amiket az idén mutatunk be, így a Frakkot, a Halhatatlanságra Vágyó Királyfit, a Hamupipőkét, az Egerek könyvét, vagy a Misi Mókust, tehát ezeket az előadásokat megnézi, akkor azért kaphat egy színes vaskakasos karkötőt. És akinek két karkötője van, az mondjuk együtt kakaózhat azzal a színésszel, akivel akar. Akinek három, az akár el is kíséri az iskolába, viszi a táskáját oda is, meg vissza is. Akinek négy, az meg átveheti például Borkai Zsolt polgármester úrtól a jövő Györkölc Fesztiválon a Város Kulcsát. Győr legszínesebb egyénisége, Kocsis Rozi az, aki folyamatosan álmodik, és kiváló csapata mindezt kiegészíti és meg is valósítja. A bábszínház úszik a színkavalkádban, a gyerekek hatalmas mosolyal lépnek be a bejáraton is, a felnőttek pedig minél tovább maradnának. Imádják a nem csak előadást, hanem élményt, ami itt fogadja őket. Szeretem a díszletet, az mindig nagyon szép és különleges. Szeretem a bábokat, mert azok mindig viccesek. És hát a színészeket is nagyon szeretem, mert mindig nagyon jól játszák el. Minden zeg-zugnak rejtélye van. A bérletesek is apró ajándékokban részesülnek, karszalagban, tallérban, beválthatják a büfében és pajtásokra lelnek, hiszen a bábszínházba járó lurkókat barátságra is sarkalják. Akik a premierekre járnak és megismerik egymást, kacsintással üdvözlik a másikat. Ilyen bizony, ez most már nem is kicsi, hanem óriás kuckó Győr belvárosában. Egy igazi varázssziget, óvodáskortól nyugdíjaskorig.